Mielőtt belekezdenék, elmondom, hogy augusztus 16-án a budapesti ellátóházban lesz koncertünk. Dope Man és a Madafakák. Kicsit feltuningoltuk a műsort. Egy másik zenekarral játszom most, mert a Mihalik Viktor a Bikinivel turnézik. A basszusgitárosunk meg mindenféle esküvőkön tolja. Úgyhogy visszatért hozzánk Turjánszki Gyuri, az eredeti basszusgitárosunk a Vörös Brigádokból, és egy fantasztikus új dobosunk van, Blaskó Gyuri, ott lesz Dőke, és ott lesz Kicsi Dóp is. Augusztus 16, ellátóház, Dob utca. Az esemény ott van a Dope Man oldalon, úgyhogy ott minden részletet meg tudtok nézni, és már jegyvásárló link is van hozzá, úgyhogy vegyétek a jegyeket, a jegybevétel egy részével, ami rám esik, a fogyatékkal élő gyerekeket gondozó szülőkből álló gondoskodási gyermekeinkért alapítványt fogom támogatni, a maradékot pedig szétosztom a zenekar között, vagy pedig eliszom a társaságommal. Illetve szétosztom a zenekar között, és ami még abból megmarad, azt eliszom a társasággal. Úgyhogy ez fontos. Augusztus 16. Ellátóház. Üdvözlök mindenkit még egyszer. A mai téma a Berki Krisztián polgármester jelöltsége lett volna, de most, ahogy így a Facebook falamat nézegetem, látom, hogy a úszósrácnak a korai botrány ekkora téma. Számomra csak ma derült ki, hogy ez egyáltalán korábban volt. Illetve tegnap már kérdezett erről engem egy újságíró, de én nem tudtam, hogy ez ekkora truváj ez a sztori. Na most, amit tudok a történetről, az az, hogy miután a srác 8. lett a vizes VB-n, vagy mi folyik most korába? Az eleve nem Magyarországon volt? Én nem tudom, mit csinál ez a gyerek korába különben? Jó srác, jó képű kölyök különben, bírom, vagán gyerek. Na, ami a lényege, hogy korábban a verseny után betért egy ilyen nightclubba, vagy szórakozóhelyre, nem tudom én hová. Jellemzően táncos lányok dolgoznak ott, vagy dolgoztak ott. Tehát ebből arra következtetek, hogy valószínűleg ilyen asztaltáncos hely lehetett, vagy valamiféle ilyen half-naked club, fogalmam nincsen. Minden esetre az biztos, hogy voltak könnyelműen öltözött táncos lányok a helységben, és állítólag hozzáért a fenekéhez, de az is lehet, hogy belemarkolt. Ebből kifolyólag történt egy előállítás. Korábban ahonnan már el is engedték, de még nem jöhet haza, mert kivizsgálják az ügyet. És ezzel kapcsolatban kérdezte a véleményemet tegnap az újságíró, hát én már tegnap se értettem, hogy mi ezen ilyen hatalmas tragédia? Most ki is írtam az előbb egy posztot a Facebook falamra, és amint láttam a 444 ehhez fűződő cikkét, már összeállt és összeült a liberális ítélőszék, tehát a gyereket már föld alá temetnék szexuális zaklatásért, sőt, hát nekem is, aki írtam ezt a pontot, hogy, illetve posztot, hogy tényleg ekkora tragédia, hogy egy segrázásból élőnek megfogják a seggét, még ha nem is lehet túl jó segge, mivel kórai, és azoknak ritkán van kerek segge, hanem inkább lapos, és a lapos segg kedvelése a számomra bántóbb, mint egy seggfogás egy nightclubba. Tehát már erre is írják nekem azt, hogy hogy mit szólnék hozzá, hogyha az én csajomnak vagy a lányomnak fognák meg a seggét a szórakozó helyen, és hogy lehet ilyet csinálni, meg érgum, burgum, rázom a láncom, tehát ez megy már. Tehát azonnal jó magyarként eltemetjük a gyereket, sőt már írják az emberek, hogy hát nem is táncos lánynak fogta a seggét, hanem a szórakozó helyen egy vendégnek, és tehát úgy beszélnek az emberek, mint hogyha ott lettek volna. Ezért egyébként azt is mondtam tegnap a újságírónak, hogy nem tudok én ehhez érdembe hozzászólni, mert különben nem voltam ott. Tehát hogy mondhatnám el, hogy mi volt ebben a korai nightclubban, meg hogy nyilváníthatnék véleményt, mikor nem voltam ott? Nem láttam, hogy mi történt. És egyébként senki nem látta, csak aki ott volt.
és a kamera felvételek ugye a rendőrségnél vannak, akik ezt ki fogják vizsgálni. De ha látom, hogy ekkora truváj van, tehát igazi kattintás vadászként megszólalok az ügybe, mint jó buddhista, sokan most borzongodnak, berzenkednek, de ez se probléma. Tehát, ami a lényege, gyerekek, tehát az alapsztori az, hogy a csávó megfogta egy táncos csajnak a seggét. Nehogy már ez a nagy tragédia legyen. Tehát általában a táncos lányok azért mennek dolgozni ilyen szórakozó helyekre, mert konzumálnak a vendégekkel, magyarán magukba bolondítják őket, és elérik, hogy megvásárolt italok, illetve bugyipénz formájába ott hagyják náluk a havi fizetésüket, vagy juttatásukat. Ez a munkájuk. Ebbe bizony néha beleesik az, hogy megfogják a feneküket, vagy elmennek mögöttük és rácsapnak a fenekükre. Ilyen van. Tehát ez egy ilyen munkakör, gyerekek. Állítólag korábban tilos, lehetséges, hogy tilos, szerintem addig tilos ez, amíg meg nem állapodsz vele, hogy a korai lányt szobára viszed, és akkor ott a szobán már nem csak a fenekét fogdoshatod, hanem kedvedre azt csinálsz, amit akarsz. Tehát ezt a korába tilos, ezt hagyjuk. De jó van, rendben, tilos, oké. A helyi törvények szerint tilos. Hú, meg ha rácsapott a fenekére, hatalmas képmutatás az egész. Tehát amikor valaki feneket rázni megy, és az a munkája, hogy a fenekét rázza, arra bizony néha rácsapnak. Sokszor egyébként a lányoknak, valljuk be, tetszik is, ha a fenekükre csapnak, mert a férfiaknak ez egy tetszés nyilvánítási jele. Természetesen nem úriemberhez méltó, ezt szeretném kihangsúlyozni, de ilyen helyzetekben és ilyen helyeken előfordul. Nyilván a MeToo kampány lelkes hívei és a különböző feminista harcosok, illetve ez a politikailag korrekt őrületbe fürdő társaság, aki már ijesztőbb számomra, esküszöm lassan, mint Adolf Hitler náci hordái, tehát olyan elutasítása vannak minden egyéb gondolkodás mentén, minden egyéb gondolkodás felé, azonnal ítélőszéket hirdettek, és természetesen a mi magyar sportolónkat temetik el erkölcsileg és mindenféle szempontból, köcsögözik, szarfaszúnak hordják le minden. Most gyerekek, ja, és akkor jön, hogy hát a nőknek nem lehet megfogni a fenekét, meg stb. Stb. Tökre egyetértek. Igazatok van. Nem illik megfogni szórakozó helyen a nőknek a fenekét, mert parasság. És felhívom a férfi társaim figyelmét, és megkérek mindenkit, hogy ezt ne tegye. Ha a nő nem kéri külön, nem nyújt be ezért kérő cetlit, hogy légy szíves, fogd meg a fenekem, mert ilyen hülye helyzetekben lehet már kerülni a 21. században. De ami a lényege, gyerekek, azért tisztázunk le valamit. Szórakozó helyeken általában nem az úri lányok, és idézőjelbe véve úri lányok fenekére szoktak rácsapkodni a férfiak, hanem az olyan lányoknak a fenekére csapkodnak rá, akik kifejezetten kihívóan öltözködnek, kihívóan viselkednek, és kihívóan teszik magukat a táncparketten, vagy bármerre. Ez a fenékre való rácsapási esetek 99%-a. Tehát, mint ahogy a buddhizmus mondja, a hibát ne odakint keresd először, hanem magadban. Az első számú dolog, amiért felelősséget kell vállalnod, a saját tetteid, tehát az a lényege, hogy a saját cselekedeteid, azok határozzák meg, hogy te hogy jársz az életben. Tehát én aztán sokat jártam az éjszakában, az a lényege, hogy rendkívül kevés olyan esetet láttam, mikor egy olyan lánynak csaptak volna a fenekére, aki akár hogyha erotikát vagy szexiséget szeretett volna sugározni, de elegánsan volt felöltözve, és nyilvánvalóan nem a csábítás sugározta mindenki felé, csak az ő lovagja felé. Ettől függetlenül van olyan, hogy történik olyan, hogy megfogják valakinek a fenekét, mert olyan is történik, hogy háborúk kitörnek és megölnek ártatlan embereket. Ebben az esetben természetesen érdemes eljárni
vagy az ember a két öklével revansot vesz, vagy picsárúgja a palit, vagy szól a beengedőknek, azok meg kivezetik, vagy megteszi a feljelentését. Itt írják nekem, hogy 18 éves kislány volt, stb. Na most a 18 éves lány az egy nagykorú lány. Ha táncos lányként dolgozik, teljesen mindegy, hogy 18 éves. Akkor is tudja, hogy mit vállal. A kettő pedig, itt írják az áldozathibáztatás, nincs áldozathibáztatás. De az áldozatok sokszor azért lesznek áldozatul, mert áldozatként viselkednek. Az állatvilágban például az áldozat, a préda, azért lesz áldozat, mert préda a táplálék láncban. És az emberek a saját világukon belül ugyanezt lejátszák. Mert az áldozat, tehát válás előtt, én mondok nektek egy nagyon hasznos dolgot, és ezt érdemes tőlem megfogadni mindenkinek, és a gyereketeket is tanítsátok meg rá, mert nagyon fontos. Azt úgy hívják, hogy helyzet megelőlegezés. Tehát tudom azt, hogy az univerzum az amellett, hogy rengeteg csodát rejt, de a benne élő szenvedők és természeti folyamatok okán bizony sokszor nem egy barátságos hely, és nem egy ilyen virágvasárnapi körmenet, hanem egy olyan hely, ahol bizony érhet téged baj. És mivel tudod ezt, hogy téged érhet baj, ezért felelősség teljes, szabadon és okosan gondolkodó lényként megelőlegezed a helyzeteket, és nem leszel áldozat. Tehát, ugye erről beszélünk, hogy bemész a szórakozó helyre, és oda jön egy idegen pali, és eléd tol egy pohár piát, akkor nem iszol belőle, és akkor nem kezd föl fél órával később a diszkó WC-jébe egy WC pumpával a seggedbe. Érted? Vagy kirabolva. Vagy hogyha oda jönnek hozzád a vagányok, akkor nem mész el velük szívni a WC-re, hanem urinőként viselkedsz. Ezt lányoknak tanácsolom főként. De férfiak is gondolkozhatnak ugyanígy, tehát csábító nőknek se kell mindent megenni. Mert egy csomó problémába kerülhetsz, és ugyanígy van az utcán, érdemes figyelni, hogy mi zajlik a világban, mert lehajtott fejjel, telefon nyomkodva, mászkálva az utcán, áldozattá válsz. Szexisen felöltözve, riszálva a picsádat, és itt téve a szex királynőt az utcán, meg a diszkóban, bizony könnyebben válsz áldozattá. Ez van. Ha megnézed az áldozatokat, sajnos nagyon sokszor azért lesznek áldozatok, mert alkalmasak arra, hogy áldozatok legyenek. És amiért csúnya az áldozattá válásban, mert például egy gyerek gyerekkorában kifejezetten áldozat. Még áldozati helyzetben van. Ezért kell a szüleinek figyelni rá. És ezért kell vigyázni őt, mert könnyen válik áldozattá egy gyerek. Azért van apukája, anyukája, hogy megelőlegezze helyette a helyzeteket, és akkor nem lesz probléma, vagy kevesebbet lesz probléma, vagy meg lesz a megoldás. De itt azt mondja, hogy áldozathibáztatás, meg 18 éves volt a lány, és akkor mi van, nem egy kuplerájba dolgozott? Ahogy dolgozott? Vagy ha egy vendég volt egy csaj, van ilyen. De én azért őszintén megmondom, nem gondolom, hogy a kenderesi gyerek arra szorulna, hogy csajoknak a seggét markolásza, és ez okozna neki olyan szexuális élvezetet, amire gerjed. Főleg nem a kórai seggek markolászása, mert az aztán marhára nem nagy élvezet, olyan, mintha az asztalt simogatnám, gyerekek. És most megint próbáltam egy objektív képet mutatni, nyilván persze elnézést kér meg minden, tök jól teszi egyébként, mert nem illik olyan nőnek a segét fogni, aki nem szeretné. De azért ez nem a világ vége, ne csináljunk már így. Legyünk már egyszerű, ne csináljunk már így, mint jaj, a világ vége, hozzáért a fenekéhez, de összeszarom magam mindjárt. Az meg, hogy előállította a rendőrség, skacok, egyet meg kell tanulni. Aki külföldre megy, az figyeljen oda, mert külföldön feljelentést tesz rád a helybéli, és mész a picsába. Ott te már nem győzhetsz, főleg az ilyen keleti országokban. Ott nincs ilyen. Ott, ha nem, azt hiszitek, Tájföldön nincs ilyen. Pedig Tájföld aztán a, hát, csodahely a Walking Street, aki járna ott, azt tudja. De ott minden megtetsz a nőkkel. De úgy döntenek, hogy feljelentenek,
kirabolnak, becsapnak. A Tájföldön olyat csinálnak gyerekek, hogy oda megy az emberhez a díler, eladja neki a kábítószert, és utána odébb küldik 5 méterrel, és a rendőr leigazoltatja, és a díler meg a rendőr osszák el a pénzét. Ilyeneket csinálnak. Hát aki keleti országba megy, meg ahol ilyen a felállás, ott nem tudsz ugrabugrálni. Tehát valóban ilyen szempontból hibát követette a kenderes, hogy rácsapott egy táncos nőnek a fenekére. Na de gyerekek, ne húzunk már ezért a WC-n egy srácot, aki egy eredményes jó sportos és egy jó fejkölyök, egy vagány gyerek. Hát na most őszinte leszek és csinálok egy nagy coming out-ot, jó? Én 23 éves rapperi pályafutásom alatt annyi nőnek csaptam a seggére, hogy öröm nézni. Tény, hogy hozzáteszem, hogy nagyon kevés nem köszönte meg. Nagyon kevés. Volt, aki pofont adott. Lerendeztük, rögtem rajta, az kész. De nagyon kevés nem köszönte meg. Tehát én azt gondolom, hogy ne dramatizáljuk ezt itt túl. Van ennél nagyobb tragédia is a világban. Ami a lényeg, kenderesi fiam, gyere haza minél előbb, rendes vallomást tegyél, max kiutasítani Koreából, azt nem vesz többet helyben Samsungot, így jártál. Én remélem, hogy nem kap semmiféle ítéletet, mert ezért kell lenne tönkretenni bárkinek is az életét. Gyerekek, ne legyünk bírók! Ne legyünk bírók! Nem szeretem, amikor bírók vagytok. Ne ítélkezünk, ne legyünk ítélőszék. Sem észárszék. Elmondok valamit, liberális barátaim. A zen azt mondja, hogy minősítés nélkül figyeld a dolgokat. És a kenderesi ügyben meg akkor lépjünk tovább, ha már tudunk részleteket. Ne eleve eltorzított újságcikkek alapján hozunk döntéseket, meg ítéleteket, bármilyen irányba is legyenek azok. Csak azért, mert egy-két cikk ilyen kattintásvadászatot akar elérni. Szerintem túl fogják élni mind a ketten, és én azt gondolom, hogy a kenderesi gyerek nem sorozatgyilkos. Úgyhogy jöjjön haza minél előbb a családjához, most majd okosabban nyúlkál bárki alá, hogyha külföldön jár. Itthon kell fogdosni a seggeket, öcsém. Itt szeretik, ha fogod nekik, mert látják, hogy milyen jó kis úszó vagy. Azt oda vannak érted a csajok. Túl van spirázva már ez a Me Too, meg ez a izé. Ez ugyanaz, mint amikor mennek, és akkor a színésznő előjön, hogy jaj, őt 40 évvel ezelőtt megkérte a rendező, hogy be kéne kicsit kapni egy szerepért. Valljuk be. Miért nem akkor csinálta a fesztivált? És most egyet mondok, nem azokat szeretném, tehát akiket bántalmaznak szexuálisan, az meg egy más tészta. És azt nagyon komolyan kell venni, a gyerekbántalmazást, a szexuális bántalmazást, minden. És azt mondom, hogy messze menően fel kell lépni vele szemben, mert nagyon rossz dolog. De ezt a kenderesít ezért így leírni, nem már, tiszta gagyi. Gagyi, gagyi, gagyi. Na, Berkiről is lesz videó, ölelek mindenkit, további szép napot nektek, csá, csumi, csá.